Ma már a falvakban is egyre ritkábban tartanak disznóvágást. A Budiszavai Grumis család nem vásárol a boltban kolbászt és szalonnát. Disznót vágnak, így tudják, hogy valóban hús kerül az asztalra. Sami proizvedemo, odnosno sami uhranimo svinje i imamo i meso i suhomesnate proizvode za sebe, pa smo nekako sigurni da je to zdravo i bezbedno. Disznóvágáskor fontos az elővigyázatosság. A húst ellenőriztetni kell a trihina fertőzés miatt. Pregledamo naravno meso, kontrola na trihinelozu je obavezna i do sada nikada naravno nije bilo ni kod nas, a nismo čuli ni ovde u okolini kod ostalih komšija problema kada je reč o bolesti trihinozi. Szakavatott hentes vágja ki a vizsgálatra szánt húsdarabot. Treba ovaj kod jetre izvatiti diafragmu ovaj za pregled i mora biti ucelo da ne bi došlo do ovih, bilo je ranije dva svinčeta zakolju, iz jednog izvade jedan deo ove diafragme iz drugog drugi, pa se dešavalo da jedno ima trihinozu, ne zna se ni ko je, tako da su morali oba dva svinčeta neutralisati. A trihinellózis zoonózis, állatról emberre terjedő betegség, amelyet egy fonálféreg lárvája okoz. Ha valaki fertőzött húst teszik, akkor a lárva betokozódik az izmaiba, és az ember élete végéig ott marad. Gyógyítani nem lehet. Mi radimo metodu kompresije, gde se svaki uzorak pregleda prvo sa metodom kompresije, a zatim se izvrši još i provera metodom veštačke digestije. Posebno treba obrati pažnju na mesne prerađevine koje se kupuju, znači na pijaci, da su pregledane. Ha alaposan megsütjük a húst, a trihina elpusztul. Az állatorvosok és a felügyelőség minden évben figyelmeztet az ellenőrzések fontosságára, mert így lényegesen csökkenthető a fertőzés veszélye. Ugyanakkor a sertéstelepeken és az otthoni ólakban is fontos a rágcsálókat rendszeresen írtani, hogy a féreg ne tudjon terjedni.